Jó reggelt kívánunk! Ma esti játszóház. Esti? Lehet, hogy vissza kéne feküdnöm. Szóval, ki van a bunkiba benne? Há, apa? Háló, csicsi! Klassz játszóteret lehet csinálni. Egy egyszerű, franciára való lepedővel. Lelógattuk száradni. És... valaki ott van benne. Hello, Mircus. Szia, jó reggelt. Ticsi, tocsi. Hello. Kukucs. 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 Bunkitják. Anya? Áj, anya. Vagy mi apa? Vagy most ki vagyok? Szia, anya. Na, most nem. Holti? Hova? 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 De jó reggelt. Látjátok, milyen nagyok vagyunk? He. Ticsi, tocsi, egyből a gyerekek súlyzójához. Na, na. Ha-ha. Na, gyerünk. Erősítés. Hopp. Milcus. Hercegnő ilyen nő. Beszélek hozzá és válaszol. Igaz? Mit keresel? Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Reggeli futkosó. Pa-pa. Na végre, azt hittem meg sem mozdultok. Imádom Csicsiba azt, hogy annyira apa, annyira csak megfigyelő sokszor. Imádom. Ma volt az első éjszaka, ahol teljesen együtt aludtak, már nem voltak külön a kicsik az anyukájukkal. Azért Csicsiben azért még van erő, úgyhogy óvatosnak kellett lenni. De ahogy látom, már kis Titi-Toti zsebi babánkba is ropi lábait erősít. Hoppá! Azért Mirci se hagyja magát. Igaz, csaje? Folti? Folti valahova elvándorol. Nem is itt van. Folti, gyere! Hopsz! Te! Ki a gyorsabb? Ki a gyorsabb? Hopp! Kis perna hajtad. Gyere! Nézzétek csak, nézzétek csak! Fiam, megtudna, hogy a szobáját videózom. Ez az, Folti. Hopp, nem hagyjám zsebike magát. Annyi nevük van komolyan, azt tudom, hogy szólítom néha őket, de nem mindig minden hallgatnak. Hopp, 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 ezt a páros lábas technikát, láttátok? Mi van, hercegnő? Mi van? Nem bántja. A bölcs apa. Imádom. Hopp, 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 hopp. Aha. Kófic. Folti, neked is füvet kell most már lassan fölhoznom? Igen? Füvet? Kis koalám, gyere már le a fáról. Szia! Na jó, elköszönünk, mert így a gazdi nem halad. Igaz, hercegnőm? Jött a válasz. Hozta a szájába.
Azért még ezt megmutatnám. Úgy elhúztam a szekrényt, és úgy ezt úgy mindonnan szedtem ki a szekrény alól. Lesz mivel ma játszaniuk. Mindegy, szép napot mindenkinek. Megyünk most már dolgunkra.